Kriszti, köszöntelek nálunk, és elárulom előre, hogy 4 gyerekes családanyaként építed a Forever üzletet. Már ennek okán meghívnánk téged, hiszen ilyen nagy család mellett valaki építi az üzletet, az dicséretre méltó. De a konkrétum, ami miatt itt vagy, hogy most, hogy a gyerekek fölnőttek, ugye 4 gyerekből 2 tulajdonképpen ma nagykorú, fogtad magad is egy új szakmát tanultál amellett, hogy főállásban az üzletet csinálod. Igen, köszönöm szépen a meghívást. Így van, nagyon hálás vagyok éppen ezért, hogy megtalált a lehetőség. Én a Forevernek az üzleti részébe 5 éve kezdtem bele, július 1-jel, és imádtam minden részét, mert valami kellett, hogy kiteljesedjek. Kellett valami, hogy ne csak egy 4 gyerekes anyuka legyek, hanem legyen valami, amire azt mondom, hogy na, oda tettem valamit, adtam valamit, attól függetlenül, hogy nekem az első mindig a család volt. De a Forever adott egy olyan világot, kinyitott számomra, amin sokszor én is meglepődök, hogy mennyit változtam, mennyire sok minden történt velem, és egyszer csak jött egy lehetőség, amit ugye a cég is jó érzéssel ajánlott, az Akadémia, Természetgyógyászati Akadémia, hát több helyről találkoztam a hirdetésével, ami megfogott. Kíváncsi voltam, hogy mi az a tudás, amit adhat, és mindig is olyat kerestem, ami minőségi, ami nem csak egy online kurzus, ahol ténylegesen, mint húsvér ember tanulok, és ha már tanulok, akkor azt tegyem a legjobb helyen. Tehát nyilván nem egy ilyen gyors talpalóra gondoltál, igen, ami most divat, hogy 3 hónap alatt szerzek valami, mondjuk igen, talpmasszőr képesítést, és akkor hát a fene tudja, hogy lehet, hogy inkább kárt okozok, én azt gondolom, mint gyógyítok. Igen, ez pontosan ennek ez a lényege, hogy itt 21 modulon mentünk végig, egy év nagyon töményképzésben, ez az iskola régen 3, majd 2 éves volt, most egy évre sűrűsödött, igazából nagyon sok hétvégét kívánt, de megérte, mert az a személyes tapasztalat, amit ott megkaptunk, azt a nagy tudást, amit átadtak szó szerint húsvéremberként, az fontos, mert... És ha jól tudom, te nem azzal a céllal végezted, hogy akkor fogod magad és csinálsz egy praxist, és mondjuk betegeket fogadsz, hanem a foreveres munkádat akarod magasabb szintre emelni. Igen, jól tudod. Ez számomra volt fontos, hogy adjon egy olyan hátteret, egy stabilitást, hogy amit én mondok, azt összességében lássam, és egy tudással adjak tovább információt, ami a Foreverben fontos. Pontosan ez volt az, hogy a természetgyógyászati kurzus nekem nem mint egy plusz szakma, persze élhetnék vele bármikor, mint plusz szakma, hanem egy plusz mankó, vagy egy olyan támasz, amire azt mondom, hogy ténylegesen kiteljesedett vele a Forever üzletem, mert hiteles vagyok, a csapatnak nagyon sokat tudok vele adni azzal a tudással, amit én megszereztem, és az, hogy szolgálunk embereket, ténylegesen azt kínáljuk, amit szeretne, mert mögé látunk a dolgoknak. Hát ugye te menedzseri szinten vagy most már. Érzel egyébként azóta, hogy ezt végezted a csapatépítésben egy lendületet? Vagy jobban látod a következő szintet? Igen, igen. Eleve adott személyiségfejlődés terén is. Hiába természetgyógyászat, de magabiztosabb lettem. És ezáltal elindultam egy önfejlesztés folyamat felé, egy kicsit spiritualitás felé, amitől úgy mondom, hogy lehet, hogy a személyem jobban kinyílt, és ezáltal sokkal jobban meg tudok érinteni embereket, és úgy érzem, hogy ténylegesen a csapatnak jó. Hát ilyen az ember saját magát ismeri meg egy kicsit jobban. Igen, igen. Egy ilyen tanfolyamon. És mondd, én tudom, hogy nagyon régóta termékfogyasztó vagy, túl régen, tehát, hogy tulajdonképpen van, akit a termékfogyasztás után fél évvel, egy évvel, vagy akár hamarabb elkap az üzletépítés, de te ugye 11 évig nem kezdted ezt el. Tehát csak fogyasztó voltál, és 5 éve döntöttél úgy, hogy üzletet építesz. Miért volt ez a hosszú? Nem, nekem ugye a termék bizonyított, ezért használtuk, és elég nagy fogyasztók voltunk, a család, elég tágas család, és mindenki használta, fújta, kente, fent, ahogy szokták mondani. De a termék nagyon jó bizonyított több esetben is, és éppen ezért volt hiteles, mikor már megkeresett engem Zahár Szűcs Izabel mentorom, akinek tényleg hálás vagyok, hogy annak idején felajánlotta az üzletet, hogy kezdjek vele dolgozni, mert ő pont a környéken akkor keresett érdeklődőket a pici baba mellett, és hát az én gyerekeim pont már elértek abba a stádiumba, hogy azt tudtam mondani, hogy jó, bevállaljuk, mert ugye azért ez nem csak az én felelősségem, hanem
a háttérmunka, a férjemé meg a gyerekeké, hogy hogy oldják meg, ha én nem vagyok. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor kezdjünk bele. Akkor jött el az ideje. És akkor te ugye inkább offline dolgozol, mert hát ebből a természetgyógyászatból következik nekem, de mondd, hogyha nem jól érzem, hogy itt inkább személyesen kell találkozni. Igaziból mindkettő. Az elején több volt az offline, most már felzárkózott az online, és azt mondanám, hogy minimum fele-fele. Uh-huh. Mert maga az információ átadás, a tudás továbbadása arra tökéletes az online eszközök, új kollégák tanítása, bármilyen szempontból szerintem sokkal gyorsabb és hasznosabb az online részt kihasználni. Természetesen az én eszközömmel élve kell az offline, mert hát másképp elég nehéz. Uh-huh. Ugye a négy gyerekből kettő már nagykorú, mert 20 és 18 a két nagyobbik. Ők érdeklődnek a Forever iránt? Igen, szerencsére. Hát ezt látják. Ők hitelesek benne, mert napi fogyasztók, és intenzíven sportolnak 10 éve. Uh-huh. Sőt, tavaly a nagyfiam részt vett a fitten, és ott volt Porecsban az elsődben, amire nagyon büszke voltam. A döntőben, igen. A legjobb reklámarcok az üzletben, és ezt úgy próbálgatják szárnyaikat. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ezt fogják csinálni majd egyszer? Hát az életük része az biztos, mert a nagyfiam a supervisor, ő most jön Porecsba, ő minősült, a kisebbik meg hát nemrég regisztrált, és ő is bontogatja szárnyait. Úgyhogy ez szerintem nálunk adottság, hogy minden gyerek végig fog rajta menni, mert érdekli őket. Te azt mondd, hogy ugye minden nagycsaládos anyuka azt szokta mondani, hogy itt a jó példa, ők az élő példák, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy család, nagy család mellett nincs időm foreverözni. De azért mégis, hogy osztod be te az idődet? Ez igaz, logisztika keményem, plán az elején, viszont azt tudom mondani, hogy valakinek kifogás a gyerek, valakinek meg pont az az érv, hogy a gyereknek jó példát mutasson, és egyszerűen a gyerekekért csinálja, és én az utóbbi vagyok. Nekem motiváltak. Neked ugye az ígül már megvolt egyszer, most hogy állsz ilyen az ígül célkitűzésekkel? Igen, szívem csücske, úgyhogy ez a mostani időszak pontosan erre megy rá, hogy az ígül újra visszajöjjön. Most már elmondhatom, ebben évben voltam többször 60 pontos, keményen próbálunk felzárkozni a csapattal, hogy minél többször legyek 60 pontos, mert az ígült nagyon szeretném most is elérni. Úgyhogy úgy érzem, hogy visszajött az a lendület, ami annó volt, csak hát volt egy kis kitérő. Amikor a sulit végeztem és építkeztünk, akkor a fókuszt hagytam elmenni. Aha. Hát az kemény lehetett, hogy gyerekek, igen, építkezés és az akadémia. És az akadémia. Aha. De most majd talán visszaadja azt a lendületet, az a pont az akadémia hozadéka, amit elvett időben. Igen, ezt én is így gondolom, hogy nem hogy elvett, valahol adott. Nagyon sok hozadéka volt. Ez ugyanúgy, mint munkatársak terén, ugyanúgy, mint az emberek felé. Az akadémia az nekem mindenféleképp csak nyertem vele. Hát köszönöm vele szépen. Hát én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet.